Köszönjük a rádió hallgatókat, 10 óra 12 percen, köszönjük a most csatlakozó livestream nézőket, szóljatok hozzá, írjatok nekünk, várunk közérdekű információkat is, és persze, hogyan telik, hogyan készültök a hétvégére, és mivel foglalkoztok jelen pillanatban is, illetve egyébként a megosztásokat is külön köszönjük, hogyha ezt megteszitek, még több emberre tudunk eljutni a livestreamnek köszönhetően. Megyünk is tovább egy újabb témával. A mai témánknak sajnos szomorú apropója van, tegnap adtunk hírt arról, hogy Benében nem olyan messze egy férfi 36 évesen életét vesztette egy banális daráscsípés miatt, és ennek kapcsán köszöntjük az adásunk vonalának a másik végén Szejsz Tibort, mentőtechnikust, a logikus elsősegély alapítóját. Köszöntjük, hall-e bennünket! Igen, hallok benneteket, Szia Zoltán, szervusz István, köszöntöm Kárpátalját! Köszönöm meg tisztelettel. Mi volt az, ami ebben az esetben történt? Egy baráti segítségnyújtás, elmegyek, segítek, éppen baratszedés közben történt ez a tragédia, egy daráscsipésnek a következtében. Igen, nem túl gyakori eset, de nem is egyedi. Sajnos ez többször előfordult az ismerőseim között is, hogy egy banálisnak tűnő csípésnek lett tragédia a vége. Először azzal szeretném kezdeni, hogy mi az, amikor megijedjünk. Igazából a legtöbb ember nem tudja magáról, amíg meg nem történik egy ilyen rosszul lét, hogy ő allergiás egy csípésre, és nagyon sokszor ez felnőtt korban alakul ki. Tehát aki eddig bírt, a méhészekkel is előfordul Kárpátalján, és tudok olyan méhészt, aki így járt meg itt Magyarországban is, aki évtizedekig immunis volt a csípésre, és egyszer csak nagyon súlyos állapotban került. Az teljesen természetes, hogy egy tarázs, egy mélycsípés, egy rovarcsípés után a bőr viszket, kipirosodik, bedúzzad. Az emberek nagy részénél ez egy ilyen néhány centiméter, mondjuk egy ilyen 4-5 centiméter átmérő területet érint. Én érzékenyebb vagyok rá, nekem egy tarázscsípés az egy ilyen 20 centiméteres területet megduzza. Az emberiségnek körülbelül az egy tizede, aki ilyen, mint én. Ez még nem ijesztő dolog, ez teljesen természetes, hogy egy csípésnek a helye fáj, órákon keresztül nagyon tud fájni, amikor a fájdalom enyhül, akkor az sem kóros, hogy napokig, vagy akár egy hétig viszket, vagy duzzat. Hát így reagálunk erre a méreganyagra. Amikor komolyan kell venni, az amikor a csípés területén kívül jelentkező tünetek jelentkeznek, ami nehéz légzéssel, sípoló légzéssel jár, esetleg szédül az a beteg, akit megcsípett valahol egy rovar, rekedtség, ami nagyon figyelemfelkeltő, gombócérzés a torokban, ez már előjelzi azt, hogy nem fog rendesen levegőt kapni, az arcnak a duzzanata, hogyha elájul a csípett ember, vagy hányás esetén, vagy furcsa ilyen ízdobogás érzés esetén, mindenképpen orvoshoz illik fordulni, mentőt hívni minél előbb, még akkor is, hogyha nem túl súlyos a tünet, de mindenképpen figyelemfelkeltő, és hát amit ilyenkor lehet tenni egy ilyen súlyos esetben, hogy próbál megnyugodni és lefeküdni. Egyébként az esetek nagy részében az általános, ugye a rovercsípésre nagyon jó hatású a hideg borogatás, tehát akár a jegelés, nem közvetlen a jég, hanem valamiben becsomagolva egy ilyen hűtőborogatás, az csökkenti a duzzanatot. Vannak nagyon jó kenőcsök, amik csökkentik ezeket a reakciókat, antihisztamin tartalmú kenőcsök, például a fenisztilgél, vagy olyan tabletták is, amik a rovarcsípésnek a tüneteit csökkentik, és a fájdalomcsillapító hatású gyógyszert lehet beszedni, ha valaki érzékeny a fájdalomra. Nagyon érdekes, hogy nekem egyszer a motorozás közben félig nyitott bőrtökébe berepült, vagy hát egy tucatnyi darázs. Egy rajon keresztül motoroztam, keresztül mentek az úton, és hát legalább 10-20 csípésem volt, és nekem egy barátomnak az anyukája példabát hoppörös hagymával győzsölted ezeket a csípéseket, és nagyon sokszor segített. A lényeg az, hogy amikor a csípés helye fáj, duzzad, piros, attól nem kell megijedni, de hogyha olyan tünetek jelentkeznek, amit mondtam az előbb, ami a légzést nehezíti, szédülés, a torokban, az arc, a fej környékén vannak tünetek, duzzanat, kiütés, tesztelte, mindenképpen érdemes orvos kívni minél hamarabb, és hát ilyenkor komolyabb terekre van szükség, és mondom,
nem jelenti azt, hogy ha valaki eddig nem volt allergiás a darázscsípésre, hogy ez nem fog vele megtörténni. Gondolom a fiatal ember is, ha tudta volna, akkor nem ment volna ilyen helyre. Nagyon nehéz ezt előre kiszámítani. Maga... Van egy... Igen? Igen, hallgatlak. Azon a kérdésem, hogy amit elmondtál, ugye a csípés után jelentkező fájdalom duzzanat, az mondhatni másodperceken belül jelentkezik. Ez a fajta sokkos állapot, ami életveszélyes, ez szintén ilyen gyors lefolyású, tehát a csípés után néhány másodperc perccel elkezdődik a keringésnek az összeomlása, vagy ez akár órák múlva is, hogy is mondjam, összeomolhat a keringés? Ú, de jó, hogy kérdezted ezt, István. Igen, ez is változó. Jó, hogy reagál. Van, amikor ez rögtön a csípés után néhány perccel tragikussá válik, vagy súlyossá válik az állapot. Van, amikor pedig az is megtörténik, hogy a kezdeti fájdalom után enyhülnek a panaszok, ez úgy elaltatja a félelmet, és utána erősödik. Úgyhogy ezért mondom, hogyha bármilyen más testrészen jelentkezik tünet, ami nem a csípés, mert megcsípi valakinek a karját, ami a darázs és mondjuk a testszerte kiütéses lesz, vagy nehezen kap levegőt, vagy a torkába gombotot érez, akkor mindenképpen menjen orvoshoz, legyen egy vizsgálat, megfigyelés, mert bizony előfordulhat az is, hogy esetleg kicsit később, fél órával, órával később súlyosbodik a tünet. És amit szeretnék elmondani, hogy most már megdőlt egy olyan tévhit, lehet, hogy nálatok ez nem divat, de Magyarországon mindenféle allergiás csípésre, meg ilyen náthára, nyálkaártya duzzanatra a kálcium bevitelét javasolták évtizedekig. Kálcium tabletta, vagy kálcium, nem tudom, ampullának az ivása. Gyakorlatilag bebizonyosodott, hogy ez nem segít. És inkább még árt azzal, hogy az emberek azt hiszik, amikor kálciumot visznek be, hogy megtettek mindent az egészségükért, és így emiatt nagyon sokszor későn került orvoshoz, valódi szakemberhez az, aki ilyet bevitt. Tehát a kálcium bevitele, meg ezek a házi praktikák, szódabikarbonával kenegetni, pokrém, hát ha attól elmúlik, akkor egyébként is elmúlna, de én azt gondolom, vagy azt javaslom, hogy mindenképpen érdemes szakembernek szólni, hogyha a bármi furcsát érez az ember, amit eddig nem szokott. Igen? Helyett, hogy mit ajánl súlyos eset, de úgy jut a fiatalembernél, és mi az, ami esetleg segíthetett volna. Vannak nagyon erős antiallergén gyógyszerek, hát ez csak orvos írhatja fel, vagy orvos adhatja be, adrenalin tartalmú szerek. Lehet már kapni olyan előre gyártott kecskendőket, tolnak hívják ezeket, hogy ilyen, mint egy golyóstolla kapcsolná be, de saját magának be tudja adni az ember, aki tudja magáról, hogy allergiás, vagy hogyha éppen nem tudja magáról, akkor kiérkező egészségügyi személyzet el tudja ilyennel látni. Erről egy nagyon érdekes riportot láttam nemrég, egy híres ismert színészről, Kautz Armand mesélt el az esetét, aki lélegeztetőgépre került egy darázscsípés következtében, majdnem elveszítette az életét, és őnála is az történt, hogy ezekkel a hagyományos praktikákkal próbálták gyógyítani, és hát majd, hogy nem az életébe került, hogy későn kapott takellátást. Úgyhogy azt szeretném kérdezni. Ezt tudom javasolni, hogyha bármilyen ilyen furcsa érzés, ez a nehéz légzés, ami gyakori, hogy sípol, nem kap rendesen levegőt, úgy érzi, hogy valami van a torkába, duzzad az arca, a nyaka, a feje, hogyha testszerte kiütése van, nem csak a csípés helyén, akkor mindenképpen azonnal orvost kell hívni. Azt szeretném kérdezni, Tibor, abból kiindulva, hogy az égés, hogyha megtörténik, tehát az emberi bőr megég, akkor egy bizonyos százalék felett javasolt a kórházi ellátás. Ugyanez igaz-e a darázscsípésre? Tehát, hogyha egy darázs megcsipet és van egy kiütésem, jó, fájdalmas, de ha mondjuk 10 csípésem van, mert belekeveredtem egy olyan helyre, egy darázsfészekbe, emeli ez a kockázati tényezőt, hogy valamilyen probléma, tehát hogy amúgy nem vagyok rá allergiás, csak ez a kellemetlen bőrtünet jelentkezik, de nem egy csípet meg, hanem 5 vagy 10, akkor kell-e orvoshoz fordulnom? Én azt gondolom, hogy mindenképpen javasolt, vagy hasznos lehet, hogy orvoshoz fordulsz. Aki nem túl érzékeny, az simán kibír 10-20 csípést is, de nem tudhatod, mert nem voltál ilyen szituációban. Tehát semmit nem ártasz magadnak, csak segíthetsz. Hogyha elmész orvoshoz, addig, amíg jól vagy, ad neked egy
egy olyan gyógyszert, vagy inekciót, ami megelőzi ezt a bajt, és inkább előzzük ezt meg. Igen, és egyébként jó, hogy mondod ezt, hogy egyszerre több csípés. Darazsakra nem tudom, hogy jellemző, de a méhek csinálnak olyat, hogy egyébként szeretném leszögezni, hogy soha nem támadnak se a darazsak, se a méhek, semmilyen állat jellemzően, de ezek a szúros rovarok ok nélkül, tehát nem támadják meg az embert. Hogyha esetleg ott kering körülötted, és te fértől, bármennyire félt, a legjobb akkor is, amit tehet, hogyha nem kapkod, nem csapkod, megpróbálsz nyugodt maradni, nem fog megcsípni ok nélkül. Hogyha a hadonászol, a támadásnak veszi, hogyha a fészkét piszkálod, a támadásnak veszi, teljesen természetes, hogy megtámad, és próbál védekezni. És a méheknél van egy ilyen nagyon érdekes dolog, egy ilyen önvédelmi reflex, hogy amikor egy méh megcsíp valakit, akkor feromon bocsát ki a levegőbe, egy olyan hormont, ami felhívja a többi népnek a figyelmét, hogy készüljenek fel a támadásra, és sokkal, tehát várható újabb mélycsípés, tehát amikor egy mély megcsíp, akkor a legjobb az, hogyha onnan eltávolodsz arról a helyről, ahol vagy, mert olyankor segítséget hív a méhecske. És igen, a kérdésedre visszatérve, hogyha egyszerre sok rovar csíp meg valakit, aki egyébként nem allergiás rá, nem veszít semmit, hogyha elmegy az ügyeletre, a házi orvosához, vagy legalábbis odafigyel magára, és ha bármilyen tünet jelentkezik, akkor rögtön segítséget kér. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy érdemes ezekből az esetekből nagyon komolyan felkészülni, hogy a következő alkalommal ne történjenek ilyen jellegű tragédiák. Jó, még egy mondatot mondhatok hozzá? Igen. Majd be fogok linkelni egy videót, van egy ilyen inekcióról, amit bárki használhat, még egy gyerek is, ilyen allergiás roham esetén, hogyha valaki érzékeny rá, be fogom linkelni ide azt a videómat a posztotok alá, illetve még annyi, hogy a legrosszabb, ami történhet, ami a fiatal emberrel is megtörtént. Minden esetnek az a legutolsó stádium, ami állapotlanulásnál, hogy leáll a légzése. Ugye, leáll a keringése, leáll a légzése. Akkor sincs minden veszve, hogyha azonnal elkezdjük, amit ilyenkor kell csinálni, független az előzményektől, elkezdjük az újraélesztését, amiről már beszéltünk korábban, hogy rendkívül egyszerű. Nyomni kell a mellkasát, semmi más nem kell csinálni, nyomni, addig, amíg a mentő kiér. Ez nem a darázscsípésre hat, hanem az agynak a folyamatos vérellátását biztosítja a szakember kiérkezéséig, ami ahhoz szükséges, hogy vissza lehessen őt hozni az élők közé, hogyha esetleg egy ilyen váratlan halálnak az elszenvedője. Ezt még nagyon fontosnak tartom itt is megemlíteni, mint minden tragikus eseménynél. Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szájsz Tibor mentőtechnikussal beszélgettünk a logikus elsősegélytől.